Lesből támadó, ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várt a picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucsorrán pamutbojt. Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött picúr, elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt. Szia, picúr, hova rohansz? Iskolába, mondta picúr mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Pompom leugrott az ágról, picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szíjú, szíjú, st, st. S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte rémülten picúr. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte picúr. Nem, nem, hadarta Pompom, te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás! Picúr átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában, de mi volt az? Ő volt, lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban. A kuka jó lesz? Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bombabiztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Meséld már, sürgette Pompomot picúr. Mesélem, és hogy az elején kezdjem. Lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet. Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, és dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe. Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tenyén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldolódzott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. A mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. Lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett, megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, susogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök, reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, csak úgy nyekkent, majd ő is kisúrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap,
ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve elballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatódzott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott! Express ajánlott! Megszűnt a kézbesítés! Majd a kéményseprő után lopakodott. Fel a háztetőre, s villámgyorsan a kéményhez kötözte. A kéményseprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség, senki sem nézett fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény seprés, pucolás, kotrás és kormozás. Megszűnt, megszűnt. Jaj, de itt jön, fedezékbe! Gyorsan lebújtak, s csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél, félelmesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda. A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni. Felül kiovakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázda, huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat. Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel. Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang. Tűz nincsen szerencsére, lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó, suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjantotta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcsővezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét, óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picúrék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jaj, jaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég! Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Picúr nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van. Integessünk neki. Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, és derűsen rájuk köszönt.
Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz. De vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz. Haló, odafönn, ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni sem tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte lesből támadó ruhaszárító kötél, de aztán jó irányba feszíts ki. Nyugi hosszú, intette Gombóc Artúr. Észak-dél irány jó lesz? Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom, már úgyis untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt! Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Picúrék integettek utána, majd Picúr a toronyórára nézett. Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk! Futottak az iskoláig, szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Picúr fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt. Hú, ez a rohangálás, de most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak? Megvárhatsz, mosolygott vissza Picúr a kapuból, és fújt ki magad. Itt a vége.